Addig legyen szó arról, hogy mamaházat hoz létre a Zala megyei kórház gyermekosztálya a koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány segítségével. Az épületben a kritikus állapotban lévő babák szülei lakhatnak majd, így nyugodt és családias környezetben vészelhetik át a nehéz időszakot. Dorogi Zsuzsanna tudósít. Itt vagyunk az épülő mamaház előtt, ami korábban már évek óta romos kihasználatlan állapotban állt itt az Zala megyei kórház területén. Hamarosan azonban komfortos környezetet nyújt a beteg gyermekek szüleinek. Mellettem Gárdos László osztályvezető főorvos. Jó napot kívánok! Hogyan fog funkcionálni ez a mamaház? Köszönöm. A Zala megyei kórház gyerekrehabilitációs centruma nem csak a Dunántúlról, hanem az egész országból, sőt a határon túlról is fogad betegeket. Baleset, súlyos betegség utáni lábadozás többször nem csak pár hétig, hanem hónapig is eltart. Szeretnénk itt kialakítani két olyan apartmant, ahol majdnem életvitelszerűen több hónapon, akár fél évig is itt lehet egy anyuka és egy gyermek egy apartmanba, illetve az intenzív osztályunkon ápolt gyerekek anyukájának szeretnénk pár szállás helyet, ahol pár órát tudnak pihenni a sok-sok virasztást kipihenve, amelyet az intenzív osztályon a súlyos beteg gyerekük mellett töltenek. Milyen hatással van a gyerekekre az, hogy mellettük lehetnek a szülei, és akár kiegyensúlyozott körülmények között? Hát korábban elválasztották a gyerekeket, és csak látogatási időre lehetett egy osztályra bemenni, ez örömteljén változik. Most már tudjuk azt, hogy egy családbarát kórház a gyógyulást is segíti, ha a gyermeknek a pszichéje nyugodt, jó érzései vannak napközben, amelynek a legfőbb záloga az, hogy az anyukás ott van mellette, ez az immunrendszerre is jó hatással van, és így a gyógyulást is egyértelműen elősegíti, hogyha a szülő és a gyerek együtt lehet 24 órán keresztül. Nagyon sok segítséget kapott a gyermekmentő, a koraszülöttmentő és gyermekintenzív alapítvány. Milyen segítségekre számítanak még? Hát az alapítvány erején felül gyakorlatilag majdnem egy zöldbenzős beruházásnak megfelelő összegből újítja föl a mögöttünk levő épületet, de ezt be is kell rendezni, illetve hát még a végső munkálatokhoz egy bizonyos összeg még hiányzik, ezért gyakorlatilag annak kell, hogy ez egy koraszülöttmentés gyerekintenzív alapítvány, amely a koraszülöttmentést is az év 365 napjában és 24 órában végzi, gyerekintenzív ellátást is támogatja, de most minden erejével erre a házra koncentrált. Ez nem egy olyan óriási nagy alapítvány, ez egy vidéki kis alapítvány, úgyhogy itt minden egyes kis összegre is szükség van. Ezért köszönjük, akik eddig is támogatták, és reméljük, hogy még sok olyan adományt fogunk kapni, hogy a mögöttünk levő ház berendezve, és körülötte terveink szerint egy speciális, a fejlesztésre is használható rehabilitációs játékokkal felszerelt játszótérrel lesz felszerelve, és akkor elmondhatjuk azt, hogy még egy kórházba fekvő gyereknek az zöld környezetet is tudjuk biztosítani. Ez azt gondolom egy újabb minőségi ugrás lesz a gyerekek gyógyulásába, hiszen jelenleg be vannak zárva napokig, hetekig, sőt van olyan gyerek, akik hónapokig a négy fal közé, és a kórházból sápadtan távozik. Itt azt gondolom, hogy a ház körüli szép zöld fás környezet, benne a speciális fejlesztőjátékokkal a gyerekek gyógyulását tovább fogják javítani. Gárdos Lászlónak köszönöm szépen. Várhatóan decemberre elkészül a mamaház, így 2016-ban már igénybe vehetik a beteg gyermekek szülei.